A Pécsi Jelen Idő Egyesület a 2022-23-as tanévre elnyerte a Nemzeti Tehetségprogram támogatását egy összművészeti versműhely megvalósítására. Azt tűztük ki célul, hogy a gyerekek a tanórán kívül is műveljék a magyar nyelvet, megérezzék a versben rejlő játékosságot, az abból fakadó irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotás örömét, ezeknek a területeknek az összefüggéseit. Volt, aki maga is írt verseket, legtöbben versszövegek vagy megzenésített versek által ihletett képeket készítettek különböző technikákkal, és voltak, akik zenei stúdiumokban merültek el. Néhányan a megzenésített versek profi hangfelvételében stúdiómunkában is részt vettek. Márciusban a Pécsi Tudásközpontban tartottunk műhelybemutatót, egy kiállítás keretében a nagy közönség is megcsodálhatta az elkészült munkákat, az ifjú irodalmi és zenei tehetségek, köztük határon túli fiatalok is színpadra léptek a röppentő zenekarral. Itt vagyunk a hosszú hetényi Almalomb étterem pajtája előtt, most a röppentő zenekar játszik. Szeretnénk kicsit jobban bemutatni a zenekar és a program zenei műhelyi vezetőjét és az egyik tanítványát. Annak próbálunk utána járni, mit jelent ma tehetségesnek lenni. Villut András előadó művész, zeneszerző, zenepedagógus, művészetterapeuta. Tulajdonképpen az ő munkássága ihlette a versfeldolgozó műhely ötletét. 14 éves korában bűvölt el a gitár, akkor kezdett el ezen a hangszeren tanulni. Rendes polgári foglalkozása mellett a zenélés eleinte hobbiként volt jelen az életében, de aztán a kalandvágy és a jó szerencse elragadta egy koncertkörútra Európába. Onnantól kezdve egyre inkább a zenével kereste kenyerét. Aztán jött még egy fordulat, az utcán találkozott indián zenészekkel és hamarosan be is állt közéjük. Európa után bejárta Dél-Amerikát is, a sok élmény és barát mellett sok hangszert is összegyűjtött. Hazatérve zeneiskolában kezdett el gitár tanítani, ma is főállásban ezzel foglalkozik. Elmesélnéd, hogy lettél dél-amerikai kalandorból András bácsi, aki gyakran felbukkan kisgyerekek körében játékos zenés foglalkozásokat tartani? Hát, nagyon röviden megpróbálom. 2006-ban végeztem a Kaposvári Egyetem óvodapedagógus szakán, és ezután sok helyre hívtak, óvodákba, bölcsödékbe, családi napközikbe, gyermekkönyvtárakban foglalkozásokat tartani. Azóta is rendszeresen tartom ezeket a foglalkozásokat. Valószínű úgy kezdődhetett, hogy egyik barátom, egy anyuka, ő ajánlotta, hogy Andris, hát csináld meg, ez nagyon jó kis vers. Nem mondom, jó, megnézem. Megnéztem aznap délután, meg is született a vers. És akkor utána megszülettek szépen sorba a legelső CD-nek a dalai, és hamarosan így rájöttem, hogy ezt nem kéne csak a fiókba tartani, hanem érdemes lenne ezt hivatalosan, rendesen stúdióba felvenni, és 2013-ban el is kezdtük a felvételeket, és meg is született az Ajándékok című album. Következő albumotok az a Röppentő nevet viseli, és a zenekarnak is ez lett a neve, ez honnan jött? Kezembe akadt egy könyvecske, a Röppentő című, így lett a második röppentő, és az együttes tagjainak annyira megtetszett az a név, hogy javasolták, hogy legyünk röppentő zenekar. Hogy lett a zenekar? Mert ugye ez is kell a hangfelvételekhez. Hogyan alakult köréd? Még előtte, talán 2012-t írhattunk, fölkértek egy műsor szervezésére, gyerekműsort kellett csinálni. Az unokahúgom nagyon jól énekel. Szóltam neki, hogy elvállalja. Igen, a fiam, ő basszusgitározik,
említettem, hogy ebbe a formációba nagy bőgön kéne játszani, hangulatosabb lenne, meg jobb a feeling, meg akusztikusan szóljon. És akkor az Áron elkezdett nagybőgőzni, és hamarosan, egy hónapon belül már megvolt a repertoár. Az Ágit kértem meg, hogy ő legyen a hegedűs, és örömmel elvállalta, azóta is ő a szólista, a hegedűsünk. Igen, a Lillám kiköltözött Amerikába, ott él most már pár éve, és azóta a Matyók Anna Mária Panka az énekesünk. Sőt, hát most már láttuk az utánpótlást is Timko Hanga személyében, aki iskolába ugyan még nem jár, de a színpadon nagyon otthonosan mozog. Ő hogy került a zenekarba, vagy úgy is kérdezhetném, hogy hogy lehet tehetségeket felfedezni? Legutolsó CD-nk, ami megjelent a Farsangtól Karácsonyig CD-n, van egy dalocska, Fésűs Éva Húsvét című verse, és ezt úgy képzeltem el, hogy egy kis gyerekhanggal, kislány hanggal. És beszélgettünk az együttes tagjaival, és a Radnai Ági említette, hogy én hallotta a Timko Hangát énekelni, és nagyon bájos, nagyon aranyos, szép hangja van, hallgassam meg. Átküldött egy felvételt, és azonnal lecsaptam rá, mondom, ezt, ő kell nekünk a hanga. És hát itt van a Bulcsú is, ugye, mint ifjú tehetség. Hogy jellemeznéd az ő tehetségét, vagy te hogy látod, mint tanár? Ugye nagyon sok gyerekkel találkozol, miben különleges Bulcsúnak a zenei tehetsége? Hát a Bulcsú most 13 éves, 8 éves korában ismertem meg, vagy talán még egy picit korábban. És mikor az első alkalommal felkértem, hogy elvállalna-e koncertet, nagybőgözni kéne, boldogan igen mondott, és mondom, akkor próbáljunk egyet, hogy működik ez, próbál, mi a műsor szerkezet, mik a daloknak a szerkezete. És az első próbán a Bulcsú hibátlanul lejátszott mindent. Elképesztő, mondom magamban, hogy ilyen nincs. Egy 8 éves gyerkőc, aki én még 8 évesen még a homokba játszottam talán, és a Bulcsi meg lejátszik egy koncertet. Fantasztikus. Tehát ő neki az abszolút hallás mellett egy abszolút jó kadencia érzéke, harmónia érzéke van. Ha nekem nem jut eszembe egy akkord, a Bulcsú azonnal vágja az akkordot. Minden a fejében van, az összes hangszert kihallja minden számból, és mindegyiket tudja is. És ugye a zeneszerzésbe is már bekapcsolódott, az Almafa című gyerekverset, azt együtt zenésítették meg. Hogyan zajlik egy ilyen zeneszerzés? Hát elindul egy... Először is a verset kiválasztjuk. A versnek a hangulata már ad egy bizonyos kadenciát, hogy ez most mollos vagy dúros legyen, merre, milyen irányba induljunk el az akkordokkal, és ez ad egy ötletet a dallamra. De van, amikor fordítva van, amikor a dallam van először, és a dallamot kell lekísérni akkordokkal. És érdekes, hogy Bulcsúval nagyon hasonlóan gondolkozunk, és ő nagyon sokat népzenél. És a népzenei tapasztalata, tudása, ez még segít, még sokat segít a dalok színesítésén. Tehát nagyon-nagyon nagy élmény vele együtt zenélni is, de verseket bogozni kidolgozni, megzenésíteni szintén. Hasonlóképpen tudunk gondolkodni egy versbe. Hogy ismerted meg a Willut Andrást? Hát úgyhogy jöttünk haza Balatonról, és akkor ott volt a Radnai Ági is, és nagyon megszerettem volna tanulni gitározni. És akkor hát mondta, hogy az Andrásnál lehet tanulni gitározni. És akkor már ismertük a röppentőt, meg
hallgattuk nagyon sokat, még akkor ilyen kicsi voltam, kisebb. És akkor mentünk is koncertre. Aztán egyszer voltunk röppettő koncerten. Akkor, és akkor utána, amikor elmentünk egyszer hozzá apával, és akkor ott tanultam gitározni, és akkor ott volt egy sok más hangszer, és elvette inkább az a figyelmet, hogy milyen sok hangszer van ott. És akkor a bandi látta, hogy mennyire érdekel, és akkor megtanított azokon is. És akkor itt szólt, hogy a röppentő, hát volt olyan, hogy a röppentőben hiányzott a nagybőgő, és az Áron beteg volt, és akkor megkért, hogy nagybőgőzzek, mert akkor így mondtam, hogy nagybőgőzni. Uha! És mi akkor... volt az első hangszer, amin tanultál? Hát, jó kérdés. Szerintem a zongora. És hogy néz ki egy délutánod? Akkor rögtön hazamész, és elkezdesz valami hangszeren gyakorolni? Vagy mit, hogyan szoktál gyakorolni? Hát, hogyha van időm, akkor zenélek, de azért kell tanulni is. De azért ezt megcsinálom általában. És akkor utána meg zenélek. És hogyan? Hát, bemegyek a szobámba, és zenélek. Szoktál stúdiózni is ott a szobádban, ezt hogy kell elképzelni? Hát, hogy van egy ilyen hangkártya, és akkor van egy alkalmazás letöltve a számítógépre. Mondj pár hangszert, ami játszol, vagy amin mostanában szoktál. Mostanában? Gyakorolni. Hát a hegedű, brácsa, nagybőgő, meg ugye hát a röppentő koncerteken azon, többi hangszeren. Aha, mi a jó röppentőbe? Hát minden. Minden. A zenélés, a koncertek, meg jó a társaság is. Jó a társaság. És mi a kedvenc röppentő dalod? Hát, az összes. Ahhoz, hogy egy tehetség kibontakozzon, nagy szerepe van a családnak és annak a közegnek, ahol egy gyerek felnő. Szeretnénk bemutatni azt a hátteret, amiben Bulcsú él, azokat a gyökereket, amikből táplálkozik. Hosszú hetényben élnek, fent a szőlőhegyen. A ház körül sokféle állattal találkozhatunk, kutyákkal, lovakkal, baromfival, a házban pedig sok hangszerrel. Bizse Robertát, Bulcsú édesanyját kérdezem a kezdetekről. Hát a legelső jel az volt, hogy gyakorlatilag ő előbb énekelt, mint ahogy beszélni tudott volna. És hát körülbelül olyan másfél-két éves volt, amikor már nagyjából 150-200 körüli dalt így összeírtunk, volt egy lista, amin azok a dalok voltak, amit így elejétől a végéig el tudott énekelni, nyilván nanázva, tehát nem a szövegekkel, de hogy ezekben minden volt, tehát nem csak az egyszerű 2-4 hangos gyerekdalok, hanem kaláka, szélkiáltó, amit éppen hallgattunk, akkoriban klasszikus zenéket is dudorászott, szóval, hogy nagyon széles repertoáron már nagyon-nagyon sok mindent énekelt, és folyamatosan énekelt. És azt hogy vettétek észre, hogy abszolút hálása van? Hát az akkor volt, amikor 4 éves volt, és az autóban egy Demjén CD ment akkoriban, és akkor tehát mindig, amit ő hallgatott, azt énekelte reggeltől estig, hát akkor Demjént hallgattunk mi is reggeltől estig, bárhol voltunk, és iszonyatosan hangosan visította, mert hogy ugye a Demjén tenor, vagy hát magasan tud énekelni, és ő is ugyanezeket a magas hangokat énekelte, és hát én mondtam neki, hogy Bulcsú, próbáld meg itt kicsit lejjebb, vegyük lejjebb a hangot, és mondta, hogy hát azt hogy nem lehet, ez nem úgy van. És akkor nekem fura volt, hogy micsoda, hogy van ez, hogy ez nem úgy van, és akkor elkezdtem tesztelni, hogy mondtuk neki, hogy na, akkor énekeld ezt, énekeld azt, énekeld a kalákától ezt, amazt, és beraktuk mindegyiket az eredeti felvételen, és ugyanabban a hangnemben énekelt mindent. Hát én akkor nagy ijedelmemben utána olvastam ennek, mert ő picit azért ilyen ijesztő is volt ezt, hogy hűha, hogy ez valami komoly dolog, amivel most szembeállunk, mi szülők, most mit tudunk ezzel kezdeni. És akkor utána olvasgattam, akkor azt írták egy akkori cikkben, hogy 10 000 emberből egy születik így ilyen képességekkel. Az volt még érdekes, hogy ő, ami a zenéhez kapcsolódott, ő azt így egyben megjegyezte az egész élményt, tehát a látványt, a hangokat. Pont ez a képessége volt nagyon hasznos abban, hogy ő nézte ezeket a koncertvideókat, és hát arról megtanulta, hogy melyik hangszert hogyan fogjuk, hogyan tartjuk. Tehát, hogy ő, amikor megfogott egy új hangszert, akkor az nagy előnye volt, hogy
nagyon gyorsan felvette a fonalat, és nagyon gyorsan el tudta kezdeni tanulni ezt a hangszert, mert már megvolt valahogy a mozdulataiban az a tudás, hogy is kell ehhez a hangszerhez nyúlni. Hát az árnyoldalak azok leginkább akkor kezdtek megmutatkozni, amikor intézménybe került a gyermek, mert ugye mi otthon megszoktuk azt, hogy ő állandóan dudorászik, meg állandóan valami hanghatások vannak otthon, de hogy... Azért az iskolában ezt először nehezen fogadták, meg is kérdezte tőle valaki, hogy Bulcsa, neked állandóan megy a zene a fejedben? És akkor visszakérdezett, hogy miért neked nem? És hogyan próbáltátok meg ezt a korán megmutatkozó hajlamot segíteni, kibontakozni? Hát nagy felelősségérzet volt nekünk ebben, és akkor azért olyan zeneiskolát, meg olyan zenetanárokat kerestünk, akik a kreativitást tudják, tehát hogy teret adnak a kreativitásnak, elfogadóak engedik ezt a fajta hajlamot megmutatkozni. Zeneiskolában zongorára irattuk be először, mert hogy úgy voltunk vele, hogy ez egy alaphangszer. Várasztó Ervin személyében találtunk egy olyan nagyon-nagyon elfogadó és pozitív hozzáállású zenetanárt, aki most ő így itt tanítja és kíséri ebben. Szülőként milyen feladatok hárulnak rátok? Mivel támogatjátok a zenei képzését? Hát mivel ugye neki nagyon nagy terepe, vagy saját területe a népzene, és a népzene oktatás az kevesebbszer tud megvalósulni zeneiskolai körülmények között, ezért nagyon sokszor megyünk ilyen hétvégi workshopokra, táborokba, táncházakba. Sok hangszert is kellett beszerezni, volt már jó pár hangszerünk otthon, de bővíteni kellett a repertoárt, hogy felvegyük a ritmust a Bulcsunak az igényeivel. Most már lassan mozdulni sem tudunk a hangszerektől, szóval tényleg nagyon sok van. Ami a nehézség, hogy mivel ő neki annyira a zene a mindene, hát ő csak zenélne, ha lehetne, akkor reggeltől estig csak zenélne. Viszont a mi dolgunk szülőként meg az, hogy egy életképes, boldog felnőttet neveljünk belőle. Nagyon jó, hogy zenél, de hogy próbáljuk azért az egyéb képességeit is kibontakoztatni, meg erősíteni. Bálint Domonkos a Zeneakadémián bőgős brácsa szakon végzett. Azt vallja, hogy a népzene szempontjából az ország missziós terület, és a következő tanévtől vidéken folytatja a tanítást. Budapestről egy kis Tolna megyei faluba költözött családjával, onnan már csak egy ugrás hosszú hetény, ma ő is eljött egy kis közös zenélésre. Engem egy kicsit később kapott el a népzenének a gépszíja. Én 16 évesen kezdtem el zenélni, és hát a Bulcsun is látom ezt a lelkesedést, amivel zenél, azt, hogy ő mindenhol ott szeretne lenni, minden alkalmat megragad a muzsikálásra. Az egész népzenetanulás, vagy a zenetanulásnak a legfőbb célja az, hogy közösségbe tudjuk ezt megélni. Vagy legalábbis a népzenénél ez nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy itt egymással muzsikálunk, a tánc alá muzsikálunk, az egész egy közösségi élmény. És szerintem, amit én most látok Bulcsun, hogy neki például ezt érdemes még rágni ezt a gondolatot, hogy ne az ő egyéni teljesítményéről legyen szó, hanem minél inkább a barátaival próbáljon megzenélni, és egy élmény legyen neki, és ne legyen ez, nevezessen egy kiégés felé esetleg. Nyisztor Miklós pedagógus azok közé tartozik, akik a családalapítással tudatosan választották a falusi életet, gazdálkodik és közösséget épít Hetényben. Falubeliekből alakult zenekarukkal közel egy éve próbálnak rendszeresen, leginkább a saját szórakozásukra. Hát a tehetség, ahogy a szó is mondja, ez a tehetőség, amikor valaki valamit megtehet, és fontos számomra, tehát beletartozik ebbe a fogalomba azt, hogy ezt meg is teszi. Tehát annak akinek adtak valamiféle talentumot, azt használnia kell. Tehát a tehetséges ember számomra az, aki felelősséget is vállal azért, amit kapott, és azt a többiek felé akármilyen szinten adja tovább. Rendkívüli tehetség, ritka az a
az az ember, aki ennyire ugye, zenében él és gondolkodik. Tehát neki egy olyan belső hajtóerője van erre, ami szintén irigylésre méltó, vagy bámulatra méltó. Úgyhogy neki ez egy nagyon-nagyon szerencsés kombináció. Ő az, aki itt zeneileg segít nekünk abban, hogy együtt tudjunk muzsikálni. Ugye teljesen amatőr zenészek vagyunk, tehát semmiféle hivatalos képzettségünk nincs ennek kapcsán, és ő viszont nagyon jól tud minket ebbe terelgetni, a harmonizálásba segít egy csomó dologba, ami kell az együttzenéléshez. Gondolom, ő pedig abból profitálhat ebben a viszonyban, hogy nekünk a táncházas múltunk, tapasztalataink segíthetik abban, hogy hogyan kell ezt a zenét nem a színpadról, hanem mondjuk táncosoknak, embereknek egy valós helyzetben prezentálni. Jánosi Laci szintén azt vallja, hogy a közösség és zenélés elválaszthatatlan fogalmak. Sokat tesz a közösségért, közös zenélésekért. Kémia tanár egy pécsi gimnáziumban 5 gyerek édesapja. A nagyobbak már kirepültek, de ők is ebben a falusi közegben nőttek fel, ahol szüleik jóvoltából belenőttek egyfajta népi kultúrába, de nem csak ők, hanem sok más falubeli gyerek. Nagyon elbűvölte, hogy a régi emberek táncoltak és énekeltek, és láttam azt, hogy ahhoz, hogy én is mondjuk valahogy így tudjak táncolni, ahhoz azt az életformát kellene élni, amit ők éltek, mert nem sport ez, és nem művészet, hanem a régi embereknek is az életének a része volt, és én is úgy próbálom ezt élni, hogy az életemnek a része, és mellé próbálom rakni azokat a részeket is, ami a régi embereknek volt, tehát a földművelés részét, a hagyományos életet. Tehát igazából ünnephez való, és az ünnep teljes megéléséhez való nekem is, illetve én azt gondolom, hogy itteni közösségnek a tánc és az ének. Ez nagyon jó, hogyha egy ilyen kiugró képességet valaki megfelelően tud használni, és itt van lehetősége rá, mert ezzel a közösséget szolgálja, és ez nagyon jó. De azt gondolom, hogy a tehetséggel vigyázni kell, mint tanár látom azt, hogy nem szabad a gyerekeket egy irányba szélsőségesen nevelni. Bulcsú tehetségénél én óriási, tehát nagyon kiemelném a családnak a jelentőségét, tehát ő egy olyan családba született, ahonnan tényleg ezt a részt ki tudták domborítani benne, mert hogy ott voltak már a hangszerek, ott volt a édesapa, édesanyja, mindegyik a zene iránt érdeklődik, és ez nagyon fontos a tehetség szempontjából, ezt látni kéne, hogy alapvetően ez a családban születik, és az intézményes oktatás nem pótolhatja a családot, amire aztán rá lehet rakni egy intézményes segítséget, és lehet tanárokat keresni, akik aztán ezt még jobban kidomborítják, de azt gondolom, hogy nagyon fontos a jó család. Előtáncol az ég alján, 5 pici bodra, 5 kislány, napközepén a spajfolyam, szélfű tűz rágyunk köszöni. Talán röppen a váldukról, kordia, az árnyomon, 5 pici táncos felhő lány, nevet és dalol az ég alján. Hogy volt ez a sztori a kakassal? Hát az, hogy zenéltem a szobámba, és akkor utána hát, már kicsit megmutam, utána lementem enni valamit, unatkoztam, tudtam, mit csinálják, éppen meghallottam, hogy a kakas kukorékol, gémolba kukorékolt, azt hallottam, és akkor kimentem az udvarra, fogtam azt a gitárt, amit játszottam, és akkor megvártam, mikor kukorékol, és akkor elkezdtem bekísérni.